A Hajós Alfréd tanúszodában egyéni, valamint csoportos vetélkedőket, versenyeket szerveztek gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt a kerület napja alkalmából. Hát a feladatok nyilván olyanok voltak, hogy a gyerekek élvezzék a játékot a vízben. Ez volt az elsődleges cél, az, hogy még versenyeztek is közben, és némi jutalmat is kaptak, az már csak egy bónusz. Lehetőleg minél játékosabb és élvezetesebb játékokat állítottunk össze, próbáltunk eszközöket, fölfújható, strandos eszközöket használni, amit amúgy is szeretnek, és hát ahogy látszik a képeken, meg a versenyek során szerintem élvezték is. Némo és barátai a vízben, ezt a címet viselte az alsó tagozatos korosztály vetélkedője, melyen a legjobb csapatok éremmel és ajándékkal térhettek haza.